Újabb feladatokkal bővül a Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium tevékenységi köre. 2022 végével megszűnt korábbi formájában létezni a Lekner Tudás Nonprofit ZRT, és az általa végzett munkák jelentős része a már említett tárcához kerül. A budafoki székhelyjel működő társaság kulturális örökség védelmével, építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyekkel, településfejlesztés és településrendezéssel, valamint terület Rendezéssel összefüggő feladatait január 1-ével kapja meg a minisztérium. Az ezekkel foglalkozó munkatársak is átkerülnek. Komoly változások lépnek majd életbe a magyarországi egyetemek és főiskolák működésében. A felsőoktatási törvény szerint eddig az egyetemek és főiskolák egyoldalúan megszüntethették azoknak a hallgatóknak a jogviszonyát, akik ugyanabból a tantárgyból hatszor megbuktak. Ezt a passzus most törölték a jogszabályból, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehetetlen lesz kibukni a felsőoktatásból. A jog viszont ezen túl csak fegyelmi vagy anyagi okok miatt lehet majd elveszíteni, olvasható az EduLine.hu oldalán. Az állami összöndíjas helyeket is könnyebb lesz megtartani, hiszen a felsőoktatási intézmények már maguk dönthetnek arról pontosan, milyen teljesítményt várnak el a hallgatóiktól az ingyenes oktatásért cserébe. Az egyetemek többsége már tavaly ősszen nyilvánosságra hozta az új szabályzatot, a legtöbb helyen a korábbinál alacsonyabb átlaggal is meg lehetett tartani az állami ösztöndíjas helyet. A diploma kiadásának jogszabályi feltételei közül törölték a nyelvvizsga meglétét is. Ezen túl a felsőoktatási intézmények dönthetnek arról, hogy a tanterv részévé tesznek-e valamilyen nyelvi mérést vagy nyelvvizsgát. A döntés ugyanakkor egyben azt is jelenti, hogy a már végzett hallgatók megkapják a diplomájukat nyelvvizsga nélkül is. Csák János kulturális és innovációs miniszter júliusban jelentette be, hogy 2023-tól nem minden alap és osztatlan szakhoz kell majd emelt szintű érettségi. A felsőoktatási intézmények dönthetnek arról, milyen szakokon hagyják meg ezt a követelményt. Ősszel az egyetemek és főiskolák nyilvánosságra hozták, új felvételi szabályzatukat, amelyből kiderült a legtöbb szakhoz 2023-tól nem kell majd emelt érettségi, beérik a középszintű vizsgával is. Mindezek mellett 2023-ban már központi minimum ponthatás sem lesz.